Üdvözlök mindenkit, Bakai Balázs vagyok, és a Telvisz Kft-nél dolgozok rendszerintegrációs szakértőként. Az első kérdésem így hozzátok, hogy van-e valakinek tippe, hogy miért pont ezt a képet tettem be? Ha nincs, nem baj, mert a következő szlájdon úgyis ki fog derülni. Ugye alapvetően, amiről így kezdeni szeretnék, ez a Toyotának a gyártási technológiája, ami alapján ugye a Toyota gépjárművek legördülnek. Egyébként pont ez alapján jöttek létre ezek a lean elvek is. Ugye nézzük, mik ezek. Ez a teljes körű automatizálás. Ennek a lényege ugye, hogy emberi beavatkozás nélkül a hibák kiküszöbölésével készítsük a termékeket. Következő a folyamatos ellenőrzés és a kiértékelés. Ugye van egy folyamatunk, és azt szeretnénk, hogy elérni, hogy minden lépés után megnézzük az adott elkészült terméket, és kiértékeljük, hogy ez megfelelő számunkra, vagy nem. És hogyha bármilyen hibát találunk, akkor azonnal állítjuk az egész folyamatot, kijavítjuk, és csak utána indítjuk el a gyártók sort, hogyha ez a hiba javítása megtörtént. Ugye ezt azért találták így ki, hogy újabb selejtes darabok ne kerüljenek le a gyártósorról. És a legfontosabb, amit ezek az elvek, ez a rendszer még takar, az pedig, hogy az, hogy a vállalati kultúra részévé kell tenni, és ugye a dolgozóknak is el kell ezt a módszert fogadniuk. És nem is gondolnátok, de pont ez a legutolsó szabály lesz úgymond a legnehezebben betartható. Ugye és a szoftverminőség biztosítás során is ezeket a bevált elveket fogjuk felhasználni, igazából semmi újat nem akarunk kitalálni. Ezek jó dolgok. És még egy fontos dolog, hogy a szoftverminőség biztosításnak a kulcsa az a megfelelően kialakított folyamat. Na nézzük, hogy mire lesz szükségünk ez a minőségbiztosításhoz. Igen. Jó, ugye az első, amiről beszéltünk, ez a folyamat definiálása, méghozzá ezt a Toyotának a production systemjére építve valamilyen módon. Következők kellnek nekünk open source eszközök, amivel ezt a folyamatot úgymond implementálni fogjuk, és esetleg kereskedelmi termékek is, hogy meg fogjuk nézni, hogy mikor érdemes bevetni, és ugye hol a határ az open source és a kereskedelmi termékek között, valamint érdemes alkalmazni technikákat és egyéb jól bevált gyakorlatokat, erről pedig az előadás végén lesz szó. Ugye kezdjük a folyamat definiálásával. Alapvetően, amit a szoftverfejlesztéshez és a minőségbiztosításhoz ajánlani szoktam, az a folyamatos integráció. Ugye alapvetően az a felállásunk, hogy vannak fejlesztőink, ezek a forráskódon fejleszgetnek, és a változásaikat egy ilyen verziókezelőbe bekommitolgatják, és ezt a folyamatos integrációs szerver, amit itt egy ilyen zöld szerverre jelöltem, ezt észreveszi, és a forráskódot letölti az ő lokális repozitoriába, lebildeli a forráskódokat, előállítja a build termékeket, majd ezeken a termékeken létrehajtunk, elvégzünk teszteléseket, különböző unit teszteket, terheléses feletti teszteket és kódminőségi analizálásokat, majd a fejlesztőknek, amilyen gyorsan csak tudunk, ez az automatizált környezet visszaad valamilyen riportot. Ugye, hogyha hiba történt, azonnal a fejlesztő például kap egy e-mailt, vagy valamilyen értesítést, de hogyha sikerre lefordult a folyamat, esetleg akkor is vissza lehet nekik jelezni. Ugye, fontos, hogy ezt a folyamatos ellenőrzést és ezt a kiértékelést tudjuk biztosítani, és ez a folyamatos integráció ugye ez erre képes. Ugye látjuk, itt vannak a tesztek és a kódminőségi jellemzőket be tudjuk majd integrálni ebbe a folyamatba. És azt tudni kell, hogy a fejlesztés során a legproblematikusabb fázis általában a forráskódoknak az integrációja. És ez a folyamat ebben is tud segíteni, mert a fejlesztők gyakran, akár napi szinten összeillesztik a forráskódbeli módosításaikat, ugye napi szinten felkomitolják a változásaikat, vagy akár naponta többször, és ezt a folyamatot mindig le tudjuk futtatni. Jó, és ugye, amit említettem, hogy a hiba esetén azonnal visszajelzést tudunk a fejlesztőknek küldeni, és ugye ez teszi azt lehetővé, hogy bármilyen probléma felmerült, az egyből kijelzésekről is gyorsan be tudunk avatkozni, el tudják a fejlesztők a hibát hárítani. Ugye képzeljük el csak, hogyha ezt nem napi rendszerességgel futtatnánk ezt a folyamatot, mondjuk havi rendszerességgel is, ott jelentkeznek ezek a hibák, sokkal nehezebb lenne megtalálni azt, hogy esetleg melyik forráskódmódosítás is okozhatta. Jó? Igen, és még egy fontos dolog, hogy
ezt az egész folyamatot egy gombnyomásra el tudjuk indítani, tehát teljesen automatizálható. Jó, innen egyébként át is térünk egy másik szemlélethez, ez pedig a folyamatos szállítás, vagy Continuous Delivery. Méghozzá azért, mert a folyamatunk teljes mértékben automatizálható, amivel minimalizáljuk a hibáknak a számát, és ezáltal felgyorsíthatjuk az egész fejlesztésünket. Fontos, hogy a build-edelés és a telepítés bármikor megismételhető legyen, és ezek a build termékek akár éles környezetbe is kihelyezhetőek lennének, mert ugyanaz a folyamat megy például végig egy release-edelés kapcsán is. Jó, és hogyha ezt a terméket ki is tennénk az éles környezetbe, akkor ugye ez a Continuous Delivery-ből egyből át is ugranánk a Continuous Deployment-re. Itt a folyamat végén mindig az éles környezetbe települ az build termék. Jó, nézzük meg az open source eszközöket, amivel ezt a folyamatot implementálni fogjuk. Hát igen, itt elég sok mindenről lesz szó a következőkben. Itt a jobb alsó sarokban az a céges logónk, ez nem egy open source termék. Jó, még egyszer ezt a folyamatos integrációs folyamatot nézzük, tehát kell egy Continuous Integration Framework, egy keretrendszer, és ugye kell nekünk egy forráskódkezelő rendszer, ahol a fejlesztők nyugodtan fel tudják a forráskódjaikat commitolni. Ezután ezt a forráskódot le kell valamilyen eszközzel buildelni, ezen a forráskódon magán a buildelt és a plain Java forráskódon is kód analizálásokat tudunk elvégezni, unit teszteket tudunk végrehajtani, hogyha ezzel megvoltunk és nem történt semmi hiba, akkor ugye mehetünk tovább egy tesztkörnyezetben a build termékeket feltelepíthetjük, ami már ugye terheléses és felületi teszteket is végrehajthatunk. És ugye még egyszer, hogy ami nagyon fontos, bárhol bármilyen hiba történik, mondjuk vegyük azt például, hogy valamelyik unit teszt nem futott le, erre az egész folyamatot meg tudjuk akasztani, tehát további lépésekre már nem kerül sor, és ezt a fejlesztőnek vissza tudjuk jelezni. Ugye ez lesz a lényeg, és ugye a Toyota is ezt a módszert használja. Jó, nézzük meg az eszközöket. Folyamatos integrációs szervernek Jenkins-t fogjuk használni, és erről is fogok beszélni. És a előadás utáni workshopon is elő fog kerülni. Jó, forráskódkezelő közül néhány open source CVS, Subversion és Git build eszközöknél, amit fogunk használni és megnézni, ez az Apache Maven és az Ant. Kódanalizáló eszközöknél a Sonart és a által használt Findbox, PND és CheckStyle eszközökről lesz szó. Unit test eszközöknek JUnitron, terhes teszt eszközöknek G-Meter, és a feletti teszt eszközöknél pedig a Seleniumról fog beszélni. Kezdjük is a Jenkins-szel. Ugye egyből láthatjátok, ennek van egy nagyon szuper kis webes felülete. Láthatók itt a bekötött projektek. Például megnézhetjük, hogy mikor volt a legutóbbi sikeres build, vagy melyik volt a legutolsó hibás build. És ő itt ezt ilyen kis ikonocskával ki is jelzi nekünk, ugye ez a zöld, ez sikeres volt, ez a piros, ez meg itt, ez legutóbbi buildje, ez nem sikerült lefuttatni. Úgyhogy esetleg gondoljátok ezt a példát, ezen a leves elérhetőségen meg is nézhetitek. Jó, így a Jenkinsről annyit lenne érdemes tudni, hogy miután az Oracle a Sunt felvásárolta, ugye itt volt valamilyen konfliktus a eredeti fejlesztő, a Hudson fejlesztői között. Ugye ez Hudson néven futott, alapvetően ez a rendszer, és az eredeti Hudson fejlesztői kiváltak, ők hozták létre a forráskódba a Jenkins-t, ugye forkolták az eredeti kódbázist, és ugye, ami tudni kell, hogy ugye a Hudsonnak a core fejlesztői fejlesztik tehát ezt tovább. A Hudson most egyébként Eclipse projektek alatt fut most, azt is meg lehet nézni. És még egy jó dolog, hogy aki megismeri a Jenkins-t, az a Hudsonba is jó lesz, és fordítva, mert ugye ugyanaz a felület. Rendben, ezt a Jenkins-t alapvetően standalone alkalmazásként, vagy egy webkonténerben is futtathatjuk, nekem például Tomcat vagy Jetty. Szabadon választhatunk.
és ami jellemzi ezt a projektet, hogy nagyon gyakoriak a release-ek. Hogyha megnézitek a Jenkinsnek a honlapját, láthatjátok, hogy ilyen néhány hetente vagy havonta küldenek egy-egy új release-t, úgyhogy folyamatosan fejlesztik ezt a rendszert, és ugye maga az a Jenkinsnek is a fejlesztését, ezt a folyamatos integrációs szemlélettel készítik. Jó, és amit fontos még elmondani erről az eszközről, hogy ez egy teljes mértékben kiterjesztető architektúra, fogjuk majd látni a következő szlájdon is, nagyon sok plugin létezik hozzá, és magunk is írhatunk akár pluginokat, hogyha valamilyen egyedi igényünk merülne fel. Jó, ugye nagyon sok open source és kereskedelmi folyamatos integrációs szerver is létezik, és miért pont a Jenkins-szel fogok most foglalkozni, erről lesz szó. Egy fontos dolog, hogy nem csak a maga forráskódja nyílt, hanem a filozófiája is. Ugye ez, amit arra szeretnék utalni, hogy pluginokkal kiterjeszthető, akár saját fejlesztésű, vagy beépített, tehát amit a Jenkins ad hozzá azokkal a pluginokkal is, sőt, kereskedelmi pluginok is léteznek hozzá. Jó, ami nagyon fontos, hogy széles az eszköz támogatása a kiegészítői révén. Ugye körülbelül 700 szabadon elérhető plugin van a Jenkinshez. Néhány példát felsoroltam, forráskód management eszközökhöz, szinte lefedi a teljes lehetőséget, CVS, SVN, Git és kereskedelmi forráskód management eszközök is vannak, build eszközöket is támogat, Ant, Maven, riportolás megoldható, akár Findbox, PMD, CheckStyle vagy kódlefedettség ellenőrző eszközöknél. Különböző értesítéseket tud kiküldeni, ugye, amit néztünk, hogyha valamilyen probléma miatt elszállna a build, esetleg valamilyen unit test nem futna le, vagy valamelyik kódminőségi jellemző nem megfelel a számunkra, akkor ugye ilyen riportokat tud nekünk kiküldeni, akár e-mailbe, Skype-on, RSS-be, SMS-be vagy IRC-n keresztül, és külső eszközökkel is integrálhatjuk, például issue ticketing kezelő rendszerekkel, Jira, Bugzilla, vagy akár Redmine is, amelyeket használjátok, Google kalendárral és Sonarral is, amit meg fogunk nézni hamarosan. És vannak egyébként nagyon ilyen kis vicces UI pluginok is, például a Chuck Norris plugin, ezt a workshopon majd be is fogom nektek mutatni. Jó, akit érdekelnek egyébként ezek a pluginok, azok ezen a URL-en megnézhetik mind a 700-at. Hát igen, és azt tudni kell, hogy ez a Jenkins a legelterjedtebb folyamatos integrációs eszköz. Nagyon sok vállalat használja, például JBoss, Apache, KDE, Mozilla, Ubuntu. Itt a felsorolás. Teljes listát ezen az URL-en megtalálhatjátok. És vannak ilyen szabadon elérhető ilyen CI szerverek is, amit ti is kicsit meg tudtok nyomogatni, már amennyit így megengednek nektek a security alapján. És fontos, hogy ez a Jenkins az egy aktív közösség tartozik, jól dokumentált, mind az API-ja, mind a Jenkinsnek a használata. Van hozzá wiki, fórumok, levelező listák, különböző elektronikus könyvek is meg elérhetők a Jenkinshez. És még egy fontos dolog, hogy a Jenkins alapvetően egy skálázható architektúra, amit ez a Jenkins elosztott buildjével tud megvalósítani. Ez alapvetően úgy néz ki, hogy van egy Jenkins master példányunk, és vannak slave Jenkinseink, és ezeket a build feladatokat, ugye mondjuk bekötünk 100 projektet, akkor valószínűleg egy Jenkins nem fogja azt elbírni, ugye tudjuk delegálni különböző slave-eknek. Tehát ahogy nőnek a projektjeink, amit be szeretnénk kötni, több slave-et, slave Jenkins teszünk be az architektúrába, és ezzel szépen tudjuk skálázni igény szerint az architektúrát. Jó, térjünk rá a verziókezelő rendszerekre, ugye CVS, Subversion és Git, amivel így nagy vonalakba foglalkozni fogunk. Miért is használunk forráskód management eszközöket, egy felsorolás. Alapvetően azért, hogy a forráskódjainkat és az erőforrás fájlainkat, például HTML, CSS, JPG, ami webalkalmazásokhoz kapcsolódik, ezeket el tudjuk tárolni. És ami nagyon fontos, és ezt sok helyen látom, hogy nem tartják be, hogy build termékeket, tehát jarokat, vart, eart, például Java esetében azt nem illik egy ilyen forráskódkezelő rendszerben eltárolni. Az összetartozó forráskód verziókat tudjuk egy utal nyilván tartani, és
ugye le tudjuk követni, hogy a forráskódon milyen változtatások kerültek végrehajtásra, melyik felhasználó tette fel azt a módosítást, mikor, és esetleg milyen issúval, milyen problémával foglalkozott éppen. Ugye remekül integrálható, azt majd látni fogjuk igazából is issúkezelő rendszerekkel is ezek az eszközök. És elősegítik a fejlesztők együttműködését, kijelzik automatikusan a konfliktusokat, merger is tudunk végrehajtani, és akár a komitolás során a kódbeli változtatásokhoz megjegyzéseket is fűzhetünk. Vagy egy ilyen kis rövid szótár, gondolom mindenki ismeri ezeket az eszközöket, egy kis összefoglalást így betettem. Ugye mi ez a checkout? Amikor egy projektnek a teljes forráskódját letöltjük a verziókezelőből, update, amikor csak a változásokat töltjük le. Commit, ugye amikor a mi lokális módosításainkat fel akarjuk tölteni az SCM repozitoriba, és ez fontos, hogy ennek a műveletnek atominak kell lennie. Tehát, hogyha valamelyik felkommitálunk több forráskódot, és több Java file-t esetünkben, és valamelyik valamilyen hiba miatt, például ütközés miatt nem tud felkerülni abba a repozitoriba, akkor a többit se szabad betenni. Jó, van mergelés. Ugye ez amikor a forráskódjainkat össze kell fésülni, mert több fejlesztő dolgozik. Ez valamikor meg tud automatikusan történni, például ha más forráskódon dolgoznak a fejlesztők, de valamikor, ugye, hogyha például ugyanazt a metódus módosítja két fejlesztő, akkor így manuális mergelésre is szükség lehet. Jó, még egy fogalom az a branchelés. Ez azt jelenti, amikor egy újabb fejlesztési ágat hozunk létre a forráskód aktuális állapotából, például lehet egy bugfix branch, ahol csak a bugfixeket commitoljuk, meg lehet egy akár egy éles ág is. Ugye ezt mindig az igény szerint kell kialakítani. És következő fogalmunk az a taggelés. Ez azt tudjuk elérni, a forráskódnak az aktuális állapotát meg tudjuk jelölni, például release 3543-as. Ez itt technikailag ugyanaz történik a háttérben, mint a branchelés során, egy ilyen új ág jön létre, úgymond. Annyi a különbséggel, hogy ebbe az ágba nem tudunk utána commitolni. Tehát ez egy fix ág, amit igazából le tudunk kérdezni, de oda már plusz dolgokat nem tehetünk. Itt röviden csak az SCM típusokról, vannak centralizáltak, ez például a CVS SVN, ahol egy master repository tárolja az összes információt, és vannak elosztott SCM, például a Git, ahol nincs egy ilyen közös repozitori, kicsit más elven működnek, itt ilyen lokális repozitorokat használunk. De a témában egyébként meg én napokat is lehetne beszélni, így nem szeretnék most nagyon belemenni. Következő eszközünk, amelyikről beszélni fog, ez az Apache Ant. Ugye alapvetően ez a Unix-os Make-ből nőtte ki magát, és ennek a problémáit felismerve hozták létre ezt az Antot. Alapvetően ez egy Java nyelven íródott eszköz, amit Java library vagy parancsos formában is használhatunk. És ugye a feladata, hogy build file-ban leírt folyamatot végrehajtsunk. Egyébként ez mind az Antra és a Maven-re is igaz lesz. Ez a folyamat tipikusan a forráskódok előkészítése, compile, fordítás, csomagolás, ugye build termékek elkészítése, például jar, var, ear, vagy akár lehet egy tesztek, vagy kódlefedettségi ellenőrzések indítása is. Itt Ant esetében a build folyamat leírására egy XML-t használunk, amit általában build XML-nek szoktunk elnevezni. És ugye többek között operációs rendszer specifikus feladatokat is végrehajthatunk, például amikor másolni akarunk, vagy törölni esetleg fájlokat, ugye erre is szükségünk lehet. Itt, akit ez a részletesebben érdekel, hogy milyen taskok, milyen feladatokat tudunk elvégezni, az látogassa meg ezt a weboldalt. Ugye, hogy néz ki alapvetően egy Ant build file? Egy nagyon egyszerű példát hoztam. Ugye ez a build XML-ünk. Meg kell adni egy részt itt a projekt name-nél, hogy mi a projektnek a neve. És találhatunk ilyen targeteket, ezek úgynevezett ilyen task konténerek, ahol taskokat adhatunk meg, ezek sorrendben fognak végrehajtódni. Például a compile targetnek a feladata, hogy a Java forráskódot lefordítsa class file-okká. Ugye ez két lépéses feladat. Az egyik lépés az, hogy létre kell hozni egy ilyen classes könyvtárat. A következő pedig az, hogy ugye le kell fordítani,
Ugye megadtuk a forrás foldernek a nevét, és hogy hova tegye be, ugye a Classisba. Alapvetően ezek így épülnek fel. És függőségeket is definiálhatunk a targetekhez. Például, hogyha létre akarunk hozni egy jar file-t, akkor ugye ezt a targetet, ezt hívjuk meg, és mivel ez függ a compile target, ugye ez az értelmes, hogyha létre akarunk hozni egy jar file-t, akkor előtte a forráskódból le kell fordítani, tehát class file-okat létre kell hozni, és mielőtt, tehát hogy ezt meghívjuk ezt a jar targetet, akkor a dependsben lévő függőségre fog ráugrani, tehát elvégzi ezt a compile feladatot, és utána fog csak ez lefutni. Ugye ami meghatároztuk, hogy hova hozza létre ezt a jart, hol van a klasszoknak a helye, és ugye még a manifest file-be ezt az információt szúrja be. Igen, és hogyha megadhatunk egy default belépési pontot, tehát hogyha úgy futtatjuk ezt a, tehát hogyha kiadjuk azt a parancsot, hogy ant, akkor ez a compile target fog nekünk alapértelmezésként lefutni. Ugye vannak ilyen beépített feladatok, mint például láthatjuk ez a Java C, ami lefordítja a forráskódot, de sajátokat is fejlesztettünk, hogy például sokan ilyen kiegészítő eszközökhöz fejlesztettek, például a Jmeterhez is vannak ilyen taskok, amivel meg lehet hajtani a teszteket. Ugye a futtatás, vagy hogyha kiadjuk ezt sima az ant parancsot, akkor a default, a belépési pontnál megadott target kerül lefuttatásra, végrehajtásra, vagy akár specifikálhatjuk is. Ha esetleg nem BuildXML-nek neveztük el, hanem TestXML-nek, akkor azt külön megadhatjuk, és specifikáltunk egy targetet, például, hogyha ezt a jarral akarunk kezdeni. Jó, még egy pillanatra ide-vissza tekerek. Érdemes itt az antnál azt megjegyezni, hogy alapvetően nincsen túl sok konvenció. Tehát például ezt a compile-t akárminek elnevezhetjük, akár lehetne azt, hogy compile my project, vagy, tehát itt nincsenek ilyen konvenciók. És ugye a könyvtárakat is, tehát a forráskódot, vagy a lefordított klasszokat hova helyezzük, azt szintén tetszés szerint definiálhatjuk. És innen fogunk majd tovább lépni, hogy miért is jött létre ez az Apache Maven projekt. Ugye miért kell nekünk még egy build eszköz. A nagyobb szoftverprojektek sokszor ugye, több száz alprojektből vagy modulból is állhatnak. És hogyha nem követünk bizonyos konvenciókat, akkor nagyon hamar átláthatatlan válik ennek a kezelése. És ugye az Antot tipikusan ezért használják csak kisebb projekteknél, mert alapvetően nincsen konvenciók. Ugye ilyen 100 alprojektes nagy projektnél általában több fejlesztő cég dolgozik, valaki így írja meg az Ant build file-t, valaki úgy, és ugye egy idő után már ezeket nehéz lesz követni. És ugye tehát ebből a felismerésből kiindulva létrehozták a Maven projektet. Itt egyedi konfigurációk helyett alapvetően a konvenciókat részesíti előnyben. Azt is mondhatjuk, hogy minden Maven projekt ugyanúgy néz ki. Ugye standard könyvtárak és elnevezéseket használ, bevezeti a projekt objekt modell fogalmát, ami a projekteket és a függőségeit írja le. És az egyes lépéseket céloknak hívja, ilyen például compile vagy package. És ami fontos, hogy a projekthez szükséges függőségeket akár hálózaton keresztül is le tudja tölteni. Ugye Ant esetében ilyen igazából nem volt, ott a külső jar osztályainkat egy külön kis lib folderbe kell általában bepakolgatni, és ezt használja fel ez a build. Meg fogjuk nézni, Mavennél ez hogy alakul. Nézzünk egy egyszerű Maven build file-t. Ugye ez a pomixml, láthatunk itt egy csoportazonosítót, a projektnek a nevét és a verzióját, valamint azt, hogy milyen, tehát miben csomagolja, itt az esetünkben ez egy jar, és ugye a függőségeket is ilyen módon felsoroljuk, itt esetünkben a commons logging függőséget kell beinkludolni. És fontos, hogy ezt nem kell a projekthez hozzácsomagolni. Szóval meglátjuk, hogy miért. A projektnek a bildelése ezt a Maven package parancs kiadására történik, ahol is a megfelelő build fázisok lefutnak. Akit ez részletesen érdekel, ajánlom, hogy ennek a Mavennek a homepage-ét nézze meg. Na és hogy miért nem kell ezeket a függőségeket hozzácsomagolnunk a projektekhez? Azért, mert Maven esetében a hiányzó függőségeket egy távoli repozitoriból
automatikusan le tudjuk tölteni a lokális környezetünkre. Például, hogyha buildeljük ezt a projektát, akkor az elküldi a kérést a távoli repozitorinak, és ugye letöltődik a saját gépünkre. Ez a jar, és ami ugye észre lehet venni, hogyha van egy B projektünk, egy másik projektünk, és ugyanez a függőségre van szüksége, akkor szintén ebből a lokális repozitorival tudja igénybe venni. Tehát nem kötelező mindkét projektnél, hogy egy-egy lipkönyvtárba mindent bepakolgassunk. Jó, itt a Nexusról néhány szót. Itt tegyük fel, hogy van, dolgozunk egy cégnél, és ugye az kicsit így bonyolult lenne, vagyis nem is az, hogy bonyolult, nem annyira gazdaságos lenne, hogyha mindent fejlesztő ugye a központi remote repozitorihoz fordulna először, ugye a mévenes repozitorihoz, és a saját gépére tölteni ezeket a fájlokat, hanem így vállalatonként esetleg egy saját Nexus repozitorit érdemes kialakítani. Itt alapvetően úgy néz ki, hogy hiányzik egy függőség, szólunk a mi lokális környezetünkben lévő Nexusnak, az letölti a centrálról, és onnantól bármelyik fejlesztőnek szüksége van a bildeléshez valamilyen függőségre, az már csak a belső hálózaton lévő repozitorihoz fog fordulni, és ugye onnan tölti le a saját gépen lévő lokális környezetére. Ugye ennek mi az előnye? Alacsonyabb hálózati késleltetés, nagyobb a sávszélesség lokális környezetben, és a függőségek is ezért gyorsabban töltődnek le, és ugye azért a build is hamarabb is lefut, hogy éppen valamelyik függőség hiányzik a környezetünkben. Jó, és térjünk rá a következő eszközökre. Nézzük meg a Sonát, a PND-t, Finebox-t és a CheckStyle-t. Jó, ezt a Sonának is van egy ilyen nagyon szép öves felület, amit a workshopon szintén meg fogunk nézni. Egyelőre annyit mondanék erről, hogy standalone alkalmazásként vagy webkonténerben is futathatjuk, és ez érdekesség, hogy hamarosan új néven fog megjelenni, a Sonar Cube lesz a neve, hogyha egy pár hónap múlva rákerestek, akkor erre kell. Miért éppen Sonar? Ugye a Jenkinshez hasonlóan ez is egy nyílt forráskód és nagyon jól kiterjesztető architektúra. Több programozás nyelvet is támogat, Java mellett JavaScript, CC++, Python és még COBOL is. Beépítve tartalmazza ez a már korábban, tehát szabadon elérhető más kódellenőrző programokat, mint például a Finebox, PMD, CheckStyle. És ami fontos hogy, és hasznos dolog, hogy a trendeket időben le tudjuk követni, az összes metrikára vonatkozóan, tehát például a szabálysértéseink vagy a kódkomplexitás időben, hogyan alakul, és hogyha valamilyen probléma van, ugye folyamatosan nő valamelyik diagramon, tehát valamelyik érték, akkor ugye hamar közbe tudunk lépni. Támogatja szerepalapú hozzáférést a projektekhez, mire terjed ki a kódelemzés, hát elég sok mindenre, architektúrás és tervezési problémák kihezésére, a tipikus kódolási problémákra és a potenciális bugokra, kódduplikáció, nem csak projekten belül, hanem projektek között is képes a Sonar ezt felismerni, ez egy nagyon jó feature, dokumentációs hiányosságra, például a Java dokok esetén, kódkomplexitási jellemzőkre is, valamint ő teszteredmények és tesztlefedettség jellemzőket is meg tudjuk nézni. Hogyan működik a Sonar? Alapvetően azt kell tudni, hogy a projektek a Sonarban a legelső analizálás alkalmával kerülnek be automatikusan, tehát a Sonar felületének nem kell felvenni semmilyen projektet. Jó, van egy forráskódunk, szeretnénk lefutatni rajta egy analizálást, akkor mi történik? Valamilyen eszközzel, például egy parancsorból, a Java Runner, vagy Ant, vagy Maven segítségével meghívjuk ezt a Sonar Runner modult, ami lekéri a projekthez rendelt quality profile-ban beállított szabályokat és a prioritási szinteket. Ugye ez a quality profile-okkal tudjuk megadni, hogy milyen szabályokat szeretné, tehát oda tudjuk felvenni a szabályokat, és hozzá ilyen prioritási szinteket tudjuk rendelni, és ez lekéri. Ugye lefuttatja ezt az analizálást, és az eredményt a Sonar saját adatbázisában eltárolja, majd amikor a webes felületre érünk, akkor ugye ezt én az adatbázisból kiolvasva meg tudjuk tekinteni, és ami fontos, hogy van egy ilyen Eclipse pluginunk, amivel ugyanezeket az eredményeket akár a saját fejlesztő környezetünkben is meg tudjuk nézegetni, és ugye a kódolási szabály, tehát a kódolási problémákra, hogyha rákattintunk, van egy ilyen kis view, akkor ráugrunk a forráskódunkra, hogy hol volt ez a hiba.
és egy jó kis eszköz. Kik használják a Sonart? Hát elég sokan, ugye itt van egy kis lista. Jó, és nézzük, hogy milyen metrikákat tudunk leolvasni a Sonarból, például a kódméret. Általában azt kell tudni, hogy ahol nagyon, tehát nagy a kódméret, ott használják valami ilyen giga projekt lesz, és általában ezekkel mindig problémák szoktak lenni. Kommentek és dokumentációk száma. A kommentekről azt érdemes tudni, hogy a túl sok komment az igazából nem jó nekünk, mert azt jelenti, hogy a forráskódunk az nem öndokumentáló. Tehát valamilyen megjegyzést oda kell fűzni, hogy egy másik fejlesztő megértse azt, hogy mi mit is akartunk abban a metódusban például megvalósítani. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a komment, tehát a túl sok komment az alapvetően egy nem jó dolog, de viszont a túl kevés dokumentáció meg rossz. Tehát a Java dokumentációk azért a publikus metódusokat így érdemes ellátni. Jó, tehát ezeket mind le tudjuk követni. Kódduplikáció ugye projekten belül, projektek között, komplexitási jellemzők, metódusosztály, fájl szinten, hogy innen le tudunk fúrni egyébként a forráskód szintjéig, hogy mivel van a probléma. A unit teszteket és a kódlefedettségi jellemzőket is be tudjuk vezetni a Sonar felületére. Csomagok közötti függőség, csatolás és kohéziós metrikák. Egyébként most részletesen ezek nem fogok beszélni, de akit érdekel, az a blogomon megtalálja. Ugye az első szlájdon volt, keresetek rá. Jó, és ugye a kódolási problémák. Általában ezt szoktuk a legtöbbet használni. Ezt legjobban nézegetni, és ugye a trendeket is lekövethetjük, hogy ezek hogyan alakulnak. Jó, ugye ezeket a kódsértéseket prioritás szintek alapján le tudjuk követni, és lefúrhatunk a konkrét forráskódhoz. Például itt az egyik prioritási szintet kiválasztottam, majd rámentem erre a hibára, ahol is a system exiteket, a system exitekre vonatkozik. Megnéztem, hogy milyen osztályokban fordul elő, és konkrétan rá is ugrik nekünk a forráskódra. Ugye ennél a sornál volt például system exit hívás, és ugye le is írja, hogy ezzel mi a probléma. Alapvetően, hogyha egy webalkalmazásban egy system exit hívás valamilyen módon belekerült, ugye akkor az a teljes EVM-et leállítja. Tehát ilyeneket azért nem jó benne hagyni a kódban. Jó, azért nagyon durva hiba, de azért látványos. Szóval találkoztam már ilyennel egyébként. Jó, mire képes még a Sonar? A unit teszt és kódlefedettség eredményeket is le tudjuk követni. Ez a kis widgeten láthatjuk, hogy 4 unit tesztből egy hibás volt, és a unit tesztek a kódsorok 1,2%-át fették le. És itt kis zölden láthatjuk, hogy a unit teszt az milyen funkciókra, tehát milyen metódusokat fedett le. Tehát amit lefuttattam ezt a unit tesztet, ezt meg ezt a két metódust teljesen lefette, erre nem volt unit teszt, erre a metódusra pedig csak az első felére volt. Szépen meg tudjuk ezt nézgetni. Egyébként azt így szintén érdemes elmondani, hogy 100%-os kódlefedettségre nem érdemes törekedni, de így a fontosabb funkcióknál azért érdemes erre odafigyelni. Jó, és ugye egy sikertelen teszt esetnél megnézhetjük, hogy hol is volt a probléma. A trendeket le tudjuk így követni vizuálisan, szerepalapú hozzáférésre egyébként a projektekhez ezeket hozzá tudjuk rendelni. Ezt egy kicsit felpörgetem. Jó, és ugye ez az Eclipse IDE integráció. Látható alul, hogy milyen problémák voltak a forráskódban, és ha valamelyik rákattintunk, az Eclipse automatikusan ráugrik. Jó, a kódellenőrző képességei. Ugye említettem, hogy a Sonar több kódellenőrzőt használ. Ilyen például a CheckStyle. Ezzel alapvetően ilyen kódolási konvenciókat, konvenciós problémákat tudunk kijelezni. Például, hogy készültem minden publikus metódushoz Java dokumentáció, vagy a Java, ugye ezek a Java kódolási konvenciók betartásra kerültek, a metódusok is betűvel kezdődnek, stb. És mondjuk az osztályok mérete nem léptet el sehol sem túl az 500 sort. Találkoztam már ilyen 10.000 soros osztályal is, tehát ezért. Jó. PMD, ez a rossz kódolási gyakorlatokat tudja kimutatni. Néhány példa, a metódusok nem túl komplexek, vannak üres kivételekező ágak a kódban, és a findbugs pedig a potenciális bugokat, például equals metódus hashcode nélkül, hogy hivatkozás vagy null értékű objektum van. Közel egyébként 800 ilyen alapértelmezett szabály van, amiket a Sonar felhasznál. Ezért egyenként tudjuk kibekapcsolgatni a felületen és projektekhez hozzá. Rendelhetjük őket ugye a quality profile-okon keresztül, de hogyha
valami esetleg hiányozna, akkor saját szabályokat is fejlesztetünk, és ezt be tudjuk illeszteni a default szabályok közé. Jó, JUnitról csak néhány szóban. Ez egy egységteszt keretrendszer, és ez illeszkedik a test driven developmenthez, ami azt akarja magában, azt akarja, hogy írjuk meg a tesztet, és csak utána a többi kódot. És ami fontos lesz nekünk, hogy nem csak a funkcióknak a helyes működését tudjuk vele kijelezni, hanem ugye elősegíti nekünk a refaktorálást is. Mert tegyük fel, hogy valami módosítást végzünk a projektünkön, átalakítgatjuk, de hogyha nincsenek unit teszteink, akkor igazából nem tudjuk, hogy tényleg minden maradt-e ugyanaz. Tehát nekünk ebbe fog segíteni. És itt egy példát, ugye van egy Java osztályunk, ahol egy add metódust, egy összeadásos funkciót szeretnénk tesztelni, tehát csak egy ilyen egyszerű példát felhozva, és az ehhez tartozó unit teszteset, ugye kukac teszt annotációval ellátva, példánosítjuk az osztályt, és megnézzük például, hogy egy equals feltétel igaz-e. Tehát, hogyha meghívjuk ezt a például az add metódust 10 meg 5, akkor az valóban 15-e, ugye ez le fog futni, vagy igaz-e az, hogy ugye szintén ez a hívás, ez 15-tel egyelő igaz, vagy egy másik eszert, ami bizony hibára fog futni, és ezt nekünk ki is jelzi. Jó, hát így néznek ezek a unit tesztek nagyon egyszerűen. Következő JMeter, ez egy terheléses teszteszköz. Alapvetően a kliens és szerver alapú alkalmazások teljesítmények mérésére használjuk. És ugye én általában ezt így web alkalmazásoknál szoktam használni, de más például LDAP vagy FTP adatbázis szerver tesztelését, teljeses tesztelésére is használhatjuk. Web alkalmazások esetén HTTP kéréseket küld és fogad, ami fontos viszont, hogy nem hajtja végre a kliens oldali JavaScripteket és nem is rendeleli ki az oldalt. Tehát ezek a kliens oldali idők nem fognak szerepelni a mért információkban. Ugye, hogy említettem, teszteltünk webszolgáltatásokat, LDAP adatbázis szervert, csártokon követhetjük vizuálisan, akár tesztelés közben, hogy hogyan alakulnak a válaszidők, az áteresztő képesség, és van egy nagyon jó kis feature-ben, ez a beépített HTTP proxy támogatás, mivel ugye a böngészőben egyszerűen klikkelgetünk, és rögzíti nekünk az elküldött HTTP kéréseket, amit ugye teszteset formájában elmentettünk, és ezt később visszajátszhatjuk. A működésileg nagyon egyszerű, egy böngészőben HTTP proxynál be kell adni nekünk a JMeter HTTP proxynak a címét, ugye elindítani ezt a JMeter HTTP proxyt, és ugye a kérések ezen keresztül fognak a web alkalmazáshoz eljutni, és ugye ez elcsípi a kéréseket, és ezért tudja majd rögzíteni a tesztesetet. Jó. Ugye alapvetően szóval nézd, létre kell hoznunk egy tesztesetet, egy szálcsoportot. Ugye megadhatjuk, hogy hány felhasználóval akarjuk ezt a terheléses tesztet lefutatni. Itt ez a number of threads, ez a virtuális felhasználók száma. Tehát itt 50 felhasználóval akarunk majd tesztelni, mennyi legyen a felfutási idő. Itt, hogyha 25, akkor azt jelenti, hogy 25 másodperc alatt fogja elérni ezt az 50 user-t, tehát másodpercenként két user-t fog ráengedni, és ez a teszt hányszor hajtódjon végre. Itt most beállíthatjuk azt, hogy örökké fusson, vagy pedig valamilyen loop count-ot. Ugye ezután rögzítjük, vagy manuálisan összeklikkelgetjük, vagy a HTTP proxy segítségével rögzítjük ezeket a HTTP kéréseket, és ugye szépen felvesz nekünk ezeket a mintákat. És ezt lefutathatjuk, ezt a tesztesetet. Ugye egy távozatos formában is követhetjük itt a értékek alakulását, átlag, minimális, maximális válaszidők millisekundumban, valamint egy grafikus felveten is. Jó, térjünk le a Seleniumra, ezt felületi tesztelésre használjuk. Miért van szükségünk felületi tesztelésre? Azért, hogy a felület funkcionalitását tudjuk ellenőrizni, és a böngésző típusok miatti eltéréseket is meg tudjuk nézegetni. Mikor készítünk feletti teszteket, mikor érdemes készíteni. Én általában azt szoktam javasolni, hogy akkor, amikor már a web alkalmazásnak a felülete csak ritkán változik, mert egyébként mindig utána kell húzogatni ezeket a teszteseteket, és akkor nem nagyon éri meg, túl erőforrás igényes. Jó, ugye ez nyílt keretrendszer, és a teszteseteket szintén, hogyha feltelepítjük ezt a Selenium ide böngésző plugint, akkor ugye klikkelgetünk az oldalon, és automatikusan fel tudjuk venni, majd ezt kiexportálhatjuk akár HTML vagy Java forrásba, és ahonnan különböző módszerekkel vissza tudjuk játszani. Jó, ugye, amit itt a teszközöket átbeszéltük, mire szeretnék rátérni, mégpedig arra, hogy
milyen előnyei vannak a nyílt forrású rendszereknek, néhány saját például illusztrálva. Hát a legnagyobb előnyük az, hogy ugye a forráskódjuk nyílt, és bármilyen problémánk van, hozzá tudunk nyúlni, és ezek a legtöbb nyílt forráskódú eszköz, ez nagyon jó kiterjeszthető. Tehát szükségünk van valamilyen plusz funkcionalitásra, akkor hozzá tudunk fejleszteni, és itt néhány saját példát megemlítenék, tehát csak nagyon gyorsan. Az egyik nagy hazai banknál szükség, ugye Sonát használtuk, és szükség volt egy ilyen kis plugin fejlesztésére, és szépen látható, hogy ez a Sonát csoport, LDAP csoport kezelő plugin szépen beintegrálódik a Sonát felületére. Ez a gombnyomással be tudjuk az LDAP csoportokat importálni a Sonar adatbázisba, és ugye ajánlásokat tud felhozni nekünk a projektek és a csoportok összerendeléséhez. Vagy egy másik plugin, amit mondjuk a Jenkinshez fejlesztettem, ez egy, igazából egy fejlesztő és egy éles külön Sonar vagy Jenkins példány között tudott jobokat átmásolgatni bizonyos feltételek szerint. Ugye látható, hogy itt egyén szépen felületeket ki lehet alakítgatni saját pluginok révén. Jó, ugye a kereskedelmi eszközökről nagyon röviden. Jó, ugye ez a JMeter-es teszteszközből egy ilyen screenshot. Mit hiányolunk itt leginkább az ábrán? Nem tudom, valakinek feltűnik-e. Az, hogy a kezdő oldal nagyon lassan töltődik be. Ugye láthatjuk, hogy ez ilyen 5 másodperc. De az a probléma ezekkel a legtöbb terhéses teszteszközzel és a JMeterrel is, hogy nem látjuk, mi az oka, jó-jó lassú, de ugye ezt valahogy nekünk ki kell találni, hogy mi a probléma. Ugye csak rámutatnak a lassú oldalakra, és általában mi történik? Lefutatjuk a tesztet, megpróbáljuk a problémát reprodukálni, esetleg napló bejegyzésekkel vagy kódmódosításokkal finomítgatjuk a dolgot, megint lefutatjuk a tesztet, megnézzük, volt a változás, és ez elég sok iteráció, hogy rájöjjünk, hogy itt miért nagyok a válaszidők. Ilyen többszörös iteráció szükséges ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, és erre vannak ilyen kereskedelmi termékek, amit csak nagyon röviden szeretnék beszélni, de szeretném, hogy ezt tudjátok, hogy van például ez a Dynatrace APM, amivel én alapvetően foglalkozok mostanság, ez a terhési teszteszközökkel, például a JMeterrel integrálható, és ugye lefuttatunk egy tesztet, automatikusan le tudjuk követni, hogy a válaszidők például, tehát a kérések milyen szerver komponenseken haladtak keresztül, és a válaszidők melyik szervernél töltődnek, tehát melyik szerveren töltik a legnagyobb időt, esetünk itt egy frontend Java Tomcat alkalmazásnál, és ugye a hívási láncot is le tudjuk követni teljes részességgel, melyik metódus mit hívott meg, és itt egyből láthatjuk, hogy az előző példa erre a screenshotra vonatkozna, hogy a válaszidőknek a 37%-a egy class loading, egy osztálybetöltődésnél telt el, egy másik, a 47%-a pedig egy ilyen get local hostname hívásnál. Ugye és ezzel alapvetően lerövidíthetjük a fejlesztéshez és a hibakereséshez szükséges időt, mert azonnal látjuk, hogy hol van a probléma. Jó, és ugye ez most hogy jön a szoftver minőség biztosításhoz, esetleg valaki tudja. Hát nagyon egyszerű. Nem tudom, ahol járok, a fejlesztők mindig azzal, arra panaszkodnak, hogy nincs idejük a minőséggel foglalkozni. Hát igen, és hogyha egy ilyen eszközt használunk, akkor a hiba feltárás ugye meggyorsíthatjuk, és ugye lesz például időnk erre. És egy kicsit komolyabb érv, hogy a folyamatos integrációs eszközökkel, vagyis a CI folyamathoz integrált terhéses teszt esetekhez a Dynatrace-t integrálhatjuk, és nekünk ez azért lesz jó, mert lekövethetjük időben a dinamikus jellemzők alakulását, ilyen például az SQL kérdezések száma, vagy válaszideje. Hát mondjuk futatunk több hónapon keresztül terhéses teszt eseteket, abban ezeket a tranzakciókat egy session formájában rögzítjük, és össze tudjuk őket hasonlítani. Tehát időben a lekérdezések száma mondjuk hogyan megnő, vagy a válaszidejük lesz nagyobb, a web service hívásoknak nő esetleg a válaszideje, vagy éppen a memória, vagy CPU használat. És ugye hogyan ez az egészhez, hogy így a begyűjtött információknak a köre teljes lesz. Ugye a statikus jellemzőket néztük, hogy a Sonarból tudjuk kinyerni, ilyen kódminőségi, kódkomplexitási jellemzők, amik kifejezetten a forráskódra mutatnak, és vannak dinamikus jellemzőink, amikor az alkalmazás például egy terhéses tesztnél hogyan viselkedik, ez pedig mondjuk egy kereskedelmi terméken, például a Dynatrace-t tudjuk ilyen módon kinyerni egy egyszerű integrációval. Jó, és mindjárt a végén leszünk, hogy a technikákról és a gyakorlatokról. Amit tudni kell, hogy a minőségi szoftver az öndokumentáló, ami azt jelenti, hogy a kódunkat bármelyik más programozó azon, könnyen át tudja látni, és azonnal képes
módosítani. Ugye a kérdés, hogy hogyan készíthetünk öndokumentáló kódot, hát használjuk a clean coding technikákat. Aki ezt esetleg nem ismeri, itt szinte a blogomon megtalálja részleteket, csak néhány példát felhozva a clean coding technikákhoz. Ez egy jó javaslat, hogy fejleszünk minden egyes metódust úgy, mintha valami történetet akarnánk elmondani, tehát ne egy hosszú ilyen feltételes, meg hív, stb. Ágak legyenek, hanem a legfelső absztrakció szinten tényleg így szövegesen, érthetően próbáljuk meg leírni, például egy felhasználó bejelentkezés mit csinál, és az alsó szinteken fogalmazzuk meg tényleg a konkrét műveletet. A metódus mindig csak egy dolgot csináljon, de az jól. A metódus neve pontosan mutassa rá, hogy mit is csinál. Ugye említettem, hogy a kommentek számát érdemes minimalizálni, és egy fontos dolog, hogy a side effect-et próbáljuk meg elkerülni. Tehát olyan műveletet ne végezzen a metódus, ami a metódusnak a nevéből nem következik. Felhoztam egy példát, például ez egy password ellenőrzés. Nem tudom, valaki esetleg látja, hogy mi ebben a hiba. Tehát valami olyan műveletet kéne keresni, ami a metódus nevéből nem következik. Jó. Aki esetleg nem látná, ugye a metódus nevéből például az nem következik, hogy egy session inicializálás is fog itt valahol nekünk történni. Jó, tehát ez ilyen bugokra is adhat egyébként okot. És ugye ezen megkötések többségét sajnos nem lehet automatizálni, és azért szoktam javasolni pont ezek miatt, hogy érdemes a manuális code review-t az automatizálás mellett felhasználni, és ugye így zárásként egy kis ábrácska, ami önmagáért beszél. Jó, és egy utolsó szlájdként pedig annyit, hogy akit érdekelt ez a téma, az jöjjön el a következő workshopra is, ahol ezek a témák lesznek. Egy Jenkins és Sonar telepítését fogom végigkattingatni, aki esetleg hozott laptopot, akkor ő is meg tudja csinálni. Bekonfiguráljuk, néhány Jenkins plugin telepítünk, bekötünk egy Java projektet, buildeljük automatizáltan és megnézzük a Sonar által kidobott eredményeket. Sőt, hogyha marad időnk, akkor csináltunk ilyen terhelési tesztet, meg feletti tesztet is, megmutatom, hogy kell ezeket használni. Köszönöm szépen!